Vavian Fable, menj a csontváz. 6. Etna elpakolt a szana szétszórt holmiát. A rendezgetés végén megállapította, a turkálók nem vittek el semmit. Ez idő alatt a két zsarú felnyalábolt a vahinát, becipelték a Shakespeare szalomba, letették az egyik pamlagra. Az előbukkanó basztont kérték fel ápolónak. Mi baj a nőnéninek? Lecsapták egy benzsóval, felelte London. Legyezgess szegényt, Figyelj, hogy lelenyelje a nyelvét. Ha netán rókázna, ne aspirálja a hányadékot, meg ilyesmi. Mi történhet még vele? Tudakolta bökkenő. London és Roszkó kutatáshoz látott. Benéztek a bútorok alá, a fali tükrök életnagyságú porték mögé fürkésztek, rejtek ajtót gyanítván. Szekrényeket tártak ki, fiókokat húzgáltak. Mi történhet még vele? Forszírozta Boston. Szétveszítette Vahina ajkait, kihúzta a nyelvét és a nyakláncához csomózta, a lenyelés megelőzése véget. Például hirtelen fibrillálni kezdhet, leállhat a szíve, felszöket a vérnyomása. Ha sokáig nem vesz magához folyadékot, kiszáradhat. Sorolta Bridge a tudnivalókat, négy kézláb csúszkálva az asztal alatt. Mi ez a fibrillálás? puhatolta az ápoló. Haladéktalanul prevenciós szívmasszást alkalmazott a teljes súly és erőbedobással a dögönyözött vahina felsőteste le- s fölhullámzott, hegymenetben szemhéja felnyílt, völgymenetben lezárult. A lázasan kutató Hudson eljutott a kandallóhoz, eszébe jutott a befűtés, elrendezte a farakást, gyufát lohintott. A szívmasztatást végző Boston felcsattant. Mit kerestek csukák, válaszolhatnátok? Két gazvickót keresünk, felelte Roszkó a gyújtóst harabdáló tűz hízását szemlélve. Magas, vékony, vöröshajú, zöldszemű, tök egyforma fickók. Ők ütköztek neked a járőrkocsival. kocsival, szóval, ha találkoznál velük. Sitre rakjuk az ipséket. A csigásan kunkorgó, kurta, fehér, valami csoda füstölögni kezdett a kémény szájadéknál. Amikor feketére kormosodott, mozgolódást támadta járadva. Az ápoló kifáradt a gyúrásban, egyébként is aggódott a páciens kiszáradása miatt. Felkapta a közelben díszlő vázát, kiszórta belőle a búsfejű krizantémokat. A mocsárszagú sárgászöld vizet a nyakláncosz kikötött nyelv mellett a beteg szájába csorgatta. Gondoskodása cselést, vergődést váltott ki. Fibli rá, sajdult. Hamarjában lerúgott cipőibe dugta két kezét, és maga elé emelte azokat. Töltés három ezerre, hátra, üvöltötte. A nő melkasára nyomta a puttony méretű topánokat, száját zizegtetve élesztett. Sikerrel járt, London lélekszakadva a pamlagnál termett. Itt művelsz, nyögte. Megbikáztam, büszkélkedett a gyógyító, mint a filmben. A lebencsózott áldozat felé lett a varázsütésre. Hörrentett néhányat, majd vadul félesre vörte a defibrillátor cipőket. Rugószerűen felpattan fektéből, kibújt borékolt, félvázányi, pállott vizet, ingerült el letépte nyelvét a nyakláncáról. Szétmarcangolom ezt a kretén csibetkének, bömbölte hálátlanul. A kémény lakó valami csoda nem méltányolta a füstölést, ezt mozorgással, nyögdeléssel jelezte. Roszkó gyorsan eloltotta a lángokat, betapogatott a kürtőbe. A csigásan kunkorgó kurta kilógás sajmes szőrzetnek tűnt, és hosszan folytatódott, még csak egy szájszerv körül véget nem ért. E ponton végképp összeomlott az ismeretlen madárfaj elmélet. A füstös bugattyú továbbra sem létezett. Hát ő folytatta a kutatást a sötétben, mindinkább úgy vélte, emberi arcot érintget. Nem kötött volna fogadást arra, hogy valamelyik Anibál ikrát tapogatja, de akkor kicsodát. London szétválasztotta a hajba kapókat. Boston hamarabb lehiggadt. Nem is vagyok kretén, dűnyögte. Dúzóba fűzögötte életmentő cipőjét. De igenis kretén vagy, víjogta a megmentett. Kretén, hülye, mesüge, idióta! Érdekel valakit, hogy kidugult a kéménybe? Firtette Roszkó. Bajna feltisztultan körbenézett. Érzékelte a beretes enteriört. Ez a hálószoba jó lesz nekünk, közölte. Kifelé mindenki, ezt a vadbarmot pedig kössék meg, Olba vele. A szalonajton belépő Etna megjegyezte. A tyúdórházat előbb meg kell venni, vagy bele kell születni, csak azután lehet dominázni benne. De nem árt tudni, hogy nem eladó. Vajna kacantott. Rég jó, ugyanis hamarosan olivó tulajdona lesz, és nyomban átalakítjuk régiségkereskedésnek vagy galériának. A drága uli képmásával ékesített lámpaernyőre mutatott. Ezt a dilettáns szemetet meg kidobjuk. Roszkó felfigyelt Etna érkezésére. Jöjjön, segítsen, kérte. Ez a kémény másfelől is megközelíthető? Hát persze, felülről. Mit talált benne? Úgy rémlik, még egy terítékre szükség lesz ma este. A lány a tűztérbe hajolt. Úristen, nyögte, Megragadta a kilógó szakál véget. Úristen! Á, dehogy, szerintem csak a Mikulás. Ki kell szednünk onnan. Magam is úgy vélem, ebből az irányból nem találok fogást rajta. London is érdeklődést mutatott a kémény dugás iránt. Húzzuk ki a szakállánál fogva, javallotta. A szorulmány felnyögött. Bostonban felébredt az együttérzés. Jaj, most mi lesz? Jaj, dult. Beragad szegényke? Él még egyáltalán? Jaj, most mi lesz? Hívjunk segítséget? Mi vagyunk a segítség? felelte Roszkó. Társához fordult. Mász be mellém, egyszerre csináljuk, becsúsztatjuk a kezünket két felől, és felnyúlunk neki. A dugasz nyöszörgött. Hogy képzeled? London lerakta a kalpagot, pisztolyt, kardot, hogy jobban odaférjen, aztán ő is behatolt a kandallóba. Társa ismertette a követendő taktikát. Reméletőleg elérjük a vállát, te az egyiket, én a másikat. Megragadjuk és kiciváljuk onnan kivitelezéshez láttak. Zajosan billegtek a fahasábokon, a kettejüknek túlsággal szűkös tűztérben. Felcsúsztatták kezüket, a hosszal lecsöngő szakál, majd az arc mellett, ám csak körömhegyel érték el a vállat. Spicre álltak, karjuk így is rövidnek bizonyult. Fejük összeért a kürtő szájadéknál. Lenes Mároly cimbora, morogta Roszkó. El se hiszem, hogy itt vagyok és ezt csinálom, dünnyögte Bridge szorosan összezárt ajkakkal. Aj, most mi lesz? Aj, most mi lesz? sápogott Boston. Etna megfogta a kezét. Nyugi, mindjárt megoldják. Hát, Zen, kidőr a kandallóból. Kösz a bizalmat! Hamarosan előbújtak, teljes életnagyságban, koromlepetten. Gunterhegységet sugároztak. Vahina felcsóvában nézte őket. Micsoda bösz meg, ha Sámli kéne! Álljanak Sámlira, akkor elérik a betörőt javallotta. Nem is betörő ágált Boston hanem a Mikulás. Beszorult szegényke. Jaj, most mi lesz? Na, persze, a nem létező Mikulás. Biztosan ott szorom mellette a szüzességem is. Ja, és a holtig tartó lángoló szerelem, az örök hűség, az életre szóló barátság, a rendes főnök, az őszinteség meg a becsület. Persze még hosszan sorolhatnám a nem létező fogalmakat. A Mikulás bácsi nem fogalom, hanem élő apó, magyarázta Boston. Évközben a lapföldön lakik, egy kunyhóban, aminek jégvirágos az ablaka, és benéznek rajta a részarvasok, és a neki küldött leveleket olvasgatja, hogy tudja, kinek milyen ajándékot kell vinnie. Vaina leintette a beszélőt, Etnára merett. Na, mi lesz már, hol egy sámedli? Nem jó a mondta Roszkó, mert nem a lábunknak, hanem a karunknak kéne hosszabbnak lennie. Magasítóról a kürtőbe kéne dugnunk a fejünket, már pedig ott nem férünk el egymás mellett, még smárolva sem. Akkor meg hogy a francba fért bele a betörő? A férfi nem felelt a női logika kategóriás kérdésre az agyát lapátolt a kreatív ötletek után. Vajnak közölte vele. Jó, ha tudja, nekem az eszem a kenyerem. És megette már a javát? Etna kuncogott. Barátom trója most így szólna, képzavarból nem élünk meg. Az a feladat, hogy kimentsük a Mikulást a kéményből, az a kérdés mi módon? Rém egyszerű, közölte Vahina. A pasik ugyan nem érik el a vállát, de a nyakát igen kötelet hurkolnak rá, és kirángatják a csókát. London legyintett. Az a bibi, hogy mi élve akarjuk kimenteni őt, kisztihan. Akárki is, az ott nem folythatjuk meg. Az volnám az extrém akasztás, sóhajtott sóha a Roszkó. Felfigyelt arra, hogy egy ideje nem hallja a sopánkodást. Boston eltűnt a szalomból. Bahinához fordult. Jut eszembe, rövidesen újabb fejet növeszt, ha nem rakjeget a púpjára már elég fit ahhoz, hogy ezt saját kezőleg intézze. Mielőtt magunkra hagyna minket, megkérem ezentúl beszéljen úgy Bostonnal, mint egy másik emberrel. Előre is köszönöm. Az a fickó nem egy másik ember, hanem defektes idióta, bolond, féleszű, gyagyás. Roszkó meghajolt. Fájlalom, hogy önnek mindössze ennyi a jellemképlete. Maga itt kicsoda, milyen alapon sérteget engem? Úgy tudom, nincs is meghívása. Etna közbe szólt. De van, Imogéntől és tőlem is, Méghozzá a saját jogán nem függ elégként. Amúgy nem sérteni akar téged, hanem eltűnődtetni. Ha már formulázunk, immá a modorképlet. oly stílusban beszélj másokkal, aminőtt tőlük vársz el. Na, Sitz, mentsük meg a Mikulást! Vajna hangos léptekkel hagyta el a Shakespeare szalont. Becsapta az ajtót. Azt mondta neki, hogy hamarosan visszatér ide, mint a Tudorház kizárólagos úrnője. Barátja Trója milyen mentési ötletet adna nekünk? Puhatolta Hudson. A lány hosszan nézett rá. A férfi arca borostás és kormos volt, írisz a zöldes, mint a tenger szembíztükre. Most ironizál, Roszkó. Mielőtt az válaszolatott volna, meglepő hangok hallatszottak a kandalló felől. Tompa robajlás, zúgás, surlódás, mint a újabb tél atya csúzdázna a kéményben. Zökkenés, cuppanás, nyögés következett és világra jött a beszorult jóságos. Fejjel előre érkezett a tűztérben heverő fahasábok közé. Teste leporellószerűen hajtogatódott utána. A legjókorább hajtást az ülepe képezte, Déva jó ráfeszült a koromfoltos palást. Csizmás lábfeje fennakadt a kandalló belső peremén. Íme, barátom trója mentési ötlete a messzi távolból, szólt a lány bűvész inas hangon. Lám, mestere a varázsló megsegítette a világot. A férfiak kihúzták és pamlagra fektették a Mikulást, feje alá tették túlzadó A sápadt télapó szemhéja a félárbócon pihent, alsó ajka lefittyett, tudata Hé, jó, segítség! – üvöltött a kürtő szájadék. – Húzzatok ki engemet is! Büdös van ittem, és nincs levegő, már alig szaturálok. – Hát te hogy kerülsz oda, bökkenő? – firtatta hádzon. Lázasan töprengett, a történtek után milyen új nevet adjon Bostonnak. Hát úgy, hogy felmentem a padlásra, jött a válasz, tompán vízhangozva. Mert az otthonban én szoktam pucolni az esőcsatornát levélhulláskor, és értek a tetőhöz, és a kéményseprő bácsik is megszokták engedni, hogy felmenjek velük, ha vigyázok magamra, és még a nagy golyóbisokat is odaadják, az arra való, hogy kipucolja a kéményből a dugulást. Most én voltam a golyóbis. Hogy van a Mikulás bácsi? Köszöni, túléli. És te miként jössz ki onnan? kérdezte London. Hát úgy, hogy egyiktek felmegy, csukafejest ugrik, és kipeckel engem. És aztán ő hogy jut ki? Felmegy a másik tok. Jól van, jól van, mondta Roszkó, visszabújt a kandallóba. Megnézzük, mit teltünk. A járat elejénél megpillantotta Boston ujjait. Intett Bridge-nek. Imádkoztak egy strófányit, felnyúltak a kéménybe, felosztván maguk közt, bökkenő két oldalát. Egyik oka ő okcsuklót, és alkart húzta rángatta, másikuk a balt. Pár perces feszegetés után az önkéntes kéményseprő ugráskor bölcsen előre nyújtott két karja, és egyetlen feje előbukkant a nyílásból, ám a törzse továbbra is szorult. A tótágast álló bökkenő megörült, hogy újra látja barátait. Oda köszönt Etnának, és a pamlagon dörmögő Mikulásnak is. Utóbbi, lankadt gesztussal viszonozta az üdvözlést. Hudson és Bridge szembillanást váltott. Még egyszer nekiveselkedtek megzongoráztatták ujjaikat, teleszívták tüdejüket. A dugasz megcsúszamlott. Boston kilöködött a szülőcsatornából. Röptében lekugliszta a mentésén gyúró baráti duót. Cefetül összegabajodtak a hármoknak túlsággal szűktérben. térben. Etna válogatott kavargó testrészeik között. Miért fellelt a tumultusban két, véletően azonos törzshöz tartozó felső végtagot, rájuk csimpaszkodott. Elsőként London újbóli megszületésénél segítkezett, ezután Roszkó kecmerget világra. Végül Boston is kiszabadult. A lány megsimogatta kémény belső színű arcát. Jaj, Dilinkó, te nagyon bátor vagy, sőt, hét bátor, felemód veszélyes dolgot műveltél. Roszkó lassú mozdulatokkal porolgatta magát, figyelve, hogyan kenődik át a koromak kezére, onnan a nadrágjára, arról a hajára, és így tovább. Amikor már egyenletesen feketén lett, legyintve felhagyott a szépítkezéssel, ha arra gondolt, már is megvan a Mikulás szabadító számára keresett név, és a dicsfényben süt kérező bosztonra nézett. Dilinkó, áruld el, miféle? Őrangyal fogta a lábadat, hogy ne csúsz le a jeges A A tetőkiárat mellett volt egy nagy láda, csurig, olyan hosszú szálú, szalmaféle izével. Azt tekertem a cipőm köré, és aztán alig csúszkált alattam a jég. És azt hiszem, láttam a két fickót, akiket kerestek, de nem biztos, hogy ők voltak, mert a fönti lámpák nagyon homályosak. Olyan tekercselős ruhában voltak, mint a rékori filmekben. Egymást dörzsölték, dugattyúztak és húhogtak. Köszöntem nekik, de azt sem mondták, papapúcs. Dugattyúztak, visszhangozta Etna. Ja, lefölugrándoztak, olyan béna formán. Tudod, te milyen hideg van odafőn? Pont, mint a szabadban. Raskó és London egymásra nézett, némán tarácskoztak. A sötét hajú férfi összegezte, mire jutottak. Nos, felfüggeszthetjük a keresést. Egyelőre jó helyen vannak ott, elszökni úgyse tudnak. És ha mégsem őket láttam, szorongott Dilinkó. Vajon ki mások lehettek volna? London Etnához fordult. Élnek itt kísértetek? Nem tudom, élnek-e, minden esetre járnak olykor, felelte a lány. Hadzen kiadta a jelszót. Fürdést, aztán vacsora. Minnyáján közel ugyanannyit késtek a vacsoráról, így csak nem egyszerre ülték körbe, a dúsan megrakott asztalt a gyertyacsilláros étkezőszobában. Valdosz rodgyant vállal gubbasztott a helyén, Mirelit kukoricás zacskóval jegelve homlokát. Meghurcoltságot sugárzott, mint egy vértanú, kevéssel a mágián megsütés előtt. – Mi történt veled? – kérdezte Etna. A fogorvos egy pillanatra felfedte fejsebét. Az ornyergétől fölfelé induló vágás a hajába veszett. – Megütött a guta – közölte mivel ütött fejszével, csákányjal, betört a fejed, okvetlenül készítes látleletet. Múltaképpen nem tudom pontosan, mi történt. Én mentem az ajtó felé, az ajtó megjött felém, csak sokkal gyorsabban és feneváratlanul. Az ütközéstől összeestem, szerintem meg is haltam. Nem haltál meg, Valdus, lélegzel, érvelt Geneva. A koponyája hátulját jegelő vahinára nézett. Téged is a ütött meg? Engem Uli bácsi terített le a benzóval. válaszolta a nő, felsőbséges, kemény tónusban. Nem mellesleg pert fontolgatok emiatt, de még alszom rá párat. Talán figyelembe veszem, hogy a támadóm nem a kardot vagy a hegesztőpisztolyt használta. Na de anyu, az a bácsi nem is élő, magyarázta Mina. Miért mondod, hogy ő ütött le? Hát akkor kicsoda, rajta kívül senki nem volt a folyosón. Olivó figyelmeztetett, hogy itt furcsa dolgok történnek. Bahina kezéből kiesett a villa. Úristen, Olivó, hol jársz, bariságom? Mikor érsz ide végre valahára? Három-négy napon belül itt is lesz, vélte London az ajtóban. Nem egyedül érkezett, társába közösen támogatták a rodgyant Mikulást. Imogen megmutatta neki a helyüket. A két zsaru elhelyezte az apókát a karosszégben, egyikük jobbról, másikuk balról telepedett mellé. Nyakába kötötték az asztalkendőt, kezébe rakták az evőeszközt, ráfonták újait. Boston is lehuppant, előredől szemlélte a tálakra gúlázott falatokat. Döfésre markolt villáját a levegőbe emelve, hátszerre nézett. Segítesz hogy szalonosan egyek? Az otthonban mindig tányérra szedik nekünk a kaját. Most majd kitányérozott magadnak, csak nyugodtan, felelte a csikó frizurás saru. Bökkenő megpróbálta. Némi szóbeli segédlettel tűrhetően elboldogult. Ha mégis az asztalra hullott egy-egy falat, úgy tett, mintha mások nem látnák, és szélsevesen a szájába villázta a potyadékot. Vahina hátra vágta magát ültében, széke megbillent. Előkapta telefonját, beütötte jövendőbeli eszámát. számát. Kiangosítottam, közölte a családdal, akár egy jó Szia, barikám! Hallották Olivó hangját érezhetően a sírszéléről. Anya és húg egyszerre jajdult. Bajban vagy? Nagy puszi, barikám! csicsergett Vahina. Mi van? Messze vagy még? Nem azt mondtad mellesleg órákkal ezelőtt, hogy percek alatt letekered a 200 kilométert? Jártál oda kint, barikám? Akkor tudod, hogy országos jégvihar tombolt? Állítólag már véget ért? Na de milyen véget? Jégbörtönbe börtönbe vagyunk zárva. E percben akartalak hívni, mert most voltak ki a gipszelőből. Kisfiam, sikoltott Geneva, nem súlyos, ugye? Hagyjuk beszélni, tanácsolta Valdusz. A többi férfi bólintott, a Mikulást is beleértve. A lábszárt csontomat törtem el, a Tibiámat vagy a Fibulámat, miután nekem csúszott egy női vezető a piros lámpánál, Kiszálltam, hogy megnézzem, mekkora kárt csinált a kocsimban. Elvágottam, és recs. Tudjátok, hogy a mentők se járnak? Tankkal hoztak be a kórházba, vagyis harckocsival. Ma éjjel biztosan itt tartanak. Miért nem vigyáztál jobban, barikám? Most mi lesz velünk? Itt dekkolunk egy világvégi kúriában, minával, nyakik, a dögunalomban. Még szerencse, hogy elhoztam a laptopomat. Jézusom, egyáltalán eljutott már falura az internet? Mi még a golyós számolónál tartunk, mondta az özvegy. Vahina jóval panaszosabbra színezte hangját. Senkit sem ismerünk! Dehogy nem, vetette közbe Olivó. Anyával és Etnával is találkoztál már. Egyszer-kétszer, de nem lettünk barátnők. A barátság nem első látásra születik, hanem felépül, ha van miből. Barikám, adj neki időt, komoly dolog az. Légy boldog, hogy a családommal lehetsz, helyettem is örvendez. Nekem fájúan hiányoznak. Na persze, te is ám. Repesnék, ha ott lehetnék. Olivó, kisfiam! Jaj, geneva Én is repesnék, ha itt lennél, barikám. Képzeleted már az elszállásolásunk sem volt sikeres. Beraktak minket egy szobába, aminek még a nevében is benne van, hogy cella. Nem fodros a függöny az ablakon, hanem tök semmilyen, és szőnyeg is csak egy van. Ráadásul elkés sincs. Ja, és szó sincs szűk családi körről, hemzsegnek itt az idegen muksók. Elmondanám, hogy a rokonaidon kívül van itt diliházi szökevény, levitézlet Mikulás, és pluszban két öntelt paskó is, akik zsaronak adják ki magukat. A halott bácsikád meg totálisan összeféredetlen. Felbevágott egy benjóval. Most jegelem a púpomat. Tényleg eltört a lábad? Mennyi ideig leszel mozgásképtelen? Vezetni se tudsz? Hogyan fogod velünk tölteni a karácsonyt? Mina is rettentően hiányol ám. Képzelt szegényként majdnem a kádba fulladt, és neki is van púp a fején. Gondoltál ránk, amikor elvágódtál? Ezzel be se jutott, hogy minek teszel ki bennünket? Edna megszólalt. Olivo, kezdek letenni a reményről a barátság épülését illetően. Nyugi lányok, sóhajtott a fivére akadozó nyelvvel. Mindenki ideges a karácsonyi készülődés fáradalmai, az utazás az időjárás miatt. Pihenjetek, barátkozzatok. Kb. 70 kilométerre vagyok tőletek, mihelyt lehet indulok hozzátok. De most alszom egy kövéret, mert átkozottul fáj a patám, és kaptam egy zsibbasztó lövetet. Érezzétek jól magatokat! Anya, legyél kedves a barátnőmhöz, és te is, Etna! Barikám, tartsd észbe, amit megbeszéltünk! Csók! Olivo kialélt a kapcsolatból. Pahina integedett az ujjaival, holott férjelöltje már nem láthatta, hiszen aludt már. Nagy puszi, bariságom, nagyon nagy puszi, igyekez hozzánk! Letette a telefont, hátravetette magát a széken. A jégtömlőt áthelyezte a homlokára, és szívet sóhajtozás csapott. Mina szája lebigyett, elég csak hüppögött, majd pityergésre váltott. Miután behangolt, bőgésre zendített. Imogen gyomor erősítővel töltött kupicákat kínált körbe. A mikulás bedobta az itókát, felfigyelt az okogásra. Mutató ujját felemelve így szólt. Ho, ho 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 Ezt elmondva visszakonyult. A teatrális sóhajtozás bömbölés folytatódott. Lakomához láttak megcsörrentek a tányérok, evőeszközök. Geneva a lányához fordulva a társalgást intézett. Tehát csupa szakált a kéményből húztátok ki? Igen, beszorult, mivel akkora a puttonya, mint egy trollibusz. Egyébként nem lepett meg az itt léte, láttuk őt a repülő rénszarvas szálon, amikor megérkeztünk. Kivel? Roszkóval. Az melyik férfiú? Anya, már mindenki bemutatkozott. Roszkónak panorámáztál. Na szóval repült a rénszarvas szál a levegőben? Ott lehet repülni, bólintott Etna. Rendben, elfogadom, beszéljünk másról. Neked is szétmegy a fejed a vernyogástól? Hamarosan. Még egy kérdés, hova lett az eljegyzési gyűrűd? Levettem, ugyanis megharagudtam trójára, egyfelől amiatt, mert lenyúlta a témámat. Mindenki tudja, hogy régóta készülök eszét írni Vilről. Erre a trója bejelentette, hogy neki is épp ehhez támad kedve. Sőt, bele is fogott. Másfelől ezzel a gesztussal szimbolizálom a lázadást, miszerint nem akarok senkinek a hátországa lenni. Bocsánat, hogy belekérdezek, jelenkezett nebulósan feltartott újakkal hádzen, A hátországot kifejteni? A hátország főz, mos, takarít, hegyezi a ceruzát, alkotó harmóniát teremt, és a szükséges jelen van az ágyban. Jelen van az ágyban? Partner nélkül nehezen abszolválható a szexaktus, mert mégiscsak duóban az igazi. Na persze, szólóban is megvalósítható. Nem akarok tolakodó lenni, de az abszolvált szex aktus az én szótáramban nem a minden taroló szerelem, szerelem szinonimája. Etna lezette a villát. Végignézett az asztal társaságon. Mina felfüggesztette a bömbölést, vahina a sóhajtozást. Bérei és a jövevény férfiak feszülten figyeltek. A kókattan is rutinos télapó felfelkúrjantott, Ho-ho-ho! A kúrjongások szüneteiben London ételt villázott a szájába. Hudson felvont szemöldökkel várta a választ. Maga aztán tényleg zsaru, sóhajtott a lány. Ott tartottunk, mit jelent a hátország. Ott tartottunk, hogy nem elég szerelmes, ám igyekszik becsapni magát. Hépességgel azt kommunikáltam, hogy nincsenek vérmes illúzióim, akkor ez nem önbecsapás. Már pedig illúziók nélkül sajnálkozott Roszkó. Ó, oh, fékezzünk, jön a kanyar, szólt közbe Geneva. Tehát levetted a gyűrűt, el is dobtad? Tiltata megszólítva érezte magát, Nyomban ráfelelt. Ó, ho, ó, ó! Jaj, anya, dehogy is, mondta Etna, majd visszaveszem, ha kialudtam a mérgemet. Ki az a Will? kérdezte Vahina. William Shakespeare. Rengeteget foglalkozom vele, sokat olvastam tőle és róla. Közeli barátomnak érzem, ő jól ismer engem, ez kiderül a műveiből és már én is eltájékozódom az ő érzelemvilágában. Vilként emlegetjük őt trójával. Boston mindeddig buzgón és relatíve etikettesen táplálkozott. A körötte folyó társalgást az aktuálisan beszélő személyre függesztett tekintetével követte. Most megszólalt. Trójában volt az a faló dolog? Ne menjünk olyan messzire a történetben, legyintett Geneva. A lányához fordult. Tehát továbbra is feltett szándékot, hogy feleségül menj Trójához? kétletnetán? De hát nem is vagy belé szerelmes. Nem hallottál még lelki szerelemről? Jaj, kicsim, amikor az ember fiatal, még azt hiszi, hogy az ifjúság örökké tart. Vidőn világossá válik számára, hogy az bizony múlandó, mert csezettől később észbe kapni. Most legyél ájultan, őrülten, halálosan szerelmes, még a hátadon is a feramont csobogjon. Nem mondom trója kvalitásai, roppant impolálóak, ám ha nem elegendőek a magasságos szerelemhez, Maradjatok csak barátok. Legfeljebb majd nem hencegek a barátnőimnek, a nagymenő professzor és szellemi polihisztor vejemmel, úgyis csak a menopauzájuk érdekli őket. Figyelem, te sem vagy már messze tőle. 20-30 év úgy elrepül, mint egy papucs. Hidd el nekem, ha beleérsz, sokkal zaklatottabb leszel, mint kamaszkorodban voltál. Hajaj, és tudod miért? Kamaszként az élet még izgalmas, titkokat, csodákat ígér. MP-ben a titokról rég kiderült, hogy hétköznapiak, a csodák többsége kopár illúziónak, üveggyönynek bizonyult. Na és ami előtte áll, hát az kevésbé varázsos. Mindjárt öngyilkos leszek, morogta Valina. További szavait a plafonhoz intézte. Hová juttattál, bariságom? Ho, 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 a télapó. Imogen felsóhajtott. Komolyan nem értelek, Geneva. Engem ez nem kapott el ennyire annak idején. Örültem, hogy nem kell több intimbetét, és kész. Mennyivel jobb helyette a papírpelus? Már elnézést, nem lettem bepisilős. Húga keserült kacagott. Na hát, ez igazán furcsa, pedig a barátnőim körében ez a tréfás dialóg Te is bepisilsz már? Csak ha nevetek. Ó, én szeretnék annyiszor nevetni, ahányszor bepisilek. Váldoz félkézzel táplált a szervezetét, a másikkal homloka jegelését biztosította. Most elvette sebéről a kukoricárzacskót. Ej, lányok, ti mag egészségesek vagytok hozzám képest. Nincs olyan halálos, de legalábbis súlyos betegség, ami nekem ne volna. Nem sorolom, nem sorolom feltételesen a milliónyi bajomat, csak a legutóbbiakat. Egy, borzalmasan meghültem, az arcüregemre és a középfülemre is kihatóan. Kettő, véletlenül lenyeltem a gargalizálót. Az már minden bizonyjal kiirtotta a normál bélflórámat. Mivel az immunrendszer 70%-a a belegben lakozik, Gyakorlatilag védtelen vagyok a behatoló miazmákkal szemben. Egyébként a katasztrófa helyzet nem ért készületlenül. Indulás előtt módosítattam a végrendeletemet. Elvileg nyugodtan feldobhatnám a talpamat. Ezért kapta tőlünk az Agónius nevet, mondta Etna szeretettel. Most már a végrendelkezős hajlamodnak is szentelnünk kéne egyet. Ami azt illeti, napi rendszerességgel frissítem elektronikus végakaratomat. Hála az internetnek, E véget nem kell folyton az ügyvédhez járkálnom. Nem teltek róla, hogy beteges vagyok. Amilyen nyavaján momentán nincs, azon már átestem. Egyetlen jó hírem van, mert nem vagyok allergiás a házi kedvenc szőrre. Csodák csodája, kigyógyultam. én remélem nem emészetted el az állataidat. Ez nagyszerű, drágám, újongott az özvegy. Mindjárt jobb színben látom Geneva klimaxát is. Te csak ne lásd jobb színben az én MP-met, protestált a húg. Attól, hogy Váldusz többé nem kapcsolán kiütést a círméktől és morgiktól, én továbbra is nyakig ülök a búvánatkorban. Kerülget a csontritkulás, a szenilitás. Bármikor megtámadhat valami pocsék sorvadás. Boldogultné öröme letörhetetlennek bizonyult. Emlékeztek még bodorkára? kérdezte. Ulival együtt rettentően imádtuk azt a kutyát. Velünk evett, az ágyunkban aludt. Egyszer aztán írtózatosan taknyos lett, és nem gyógyult, hiába kezelgettük pedig drága Urim nagyon értett a természetes gyógyászathoz. Hm-hm, <hý> meg Geneva, de példákkal nem hozzakodott elő. Amikor a szeme is teljesen becsipásodott, kihívtuk a doktort, folytatta Imocsen. Kiderült, hogy az imádott bodorka súlyos alergiában szenved. Valdusz nyomra lehet memóriájában és felőrvendett. Ja, tényleg, erre emlékszem, nagyon aggódtunk. Kivizsgáltattuk szegény bodorkát, megállapították, hogy imádott kutyánk nem másra, mint a drága Ulira allergiás. Hogy Ulin belül mi a csodára, az sajnos örök talány maradt. Az orvosok azt mondták, bármikor fulladásos sokkot kaphat Ulitól, ezért saját érdekében az elaltatást javasolják. Geneva memóriája is kitisztult. Én is emlékszem, bólintott, átvéve a szót. Te pedig azt hitted, Ulit akarják elaltatni, mivel halálos veszélyt jelent a kutyára. Azzal jöttél haza a hogy muszáj átgondolnod a döntést. Hosszas mérelegelés után rájöttél a megoldásra. Ulinak mennie kellett. Kitiltottad őt a közös hálószobából, de még a házból is. Úgy van, mondta Imogen, de legalább nem lett elaltatva. Mindig is nagy vázlista volt. Drága Ulim ezermester lévén ajtót nyitott az egyik kertre néző, zuhanyozós szobára, és azon túl arról járt be, ott lakott. Én persze gondoskodtam édes uram kényelméről, és Bodorka még sokáig élhetett allergiamentesen. Később Uli átalakította a keltre nyíló ajtót kutyavejáratosra, és milyen bölcsentette. Neki köszönhetően többé nem okozhat gondot az allergia, mert ha vádusz jön, elkülönítem tőle a szőrös testőrséget, és így nem kell kitenni őket a házból, ugyanis a szörnyen megszenvednék olyan érzékeny lelkek. Nekem viszont gondot okozott, panaszolta az öccse, méghozzá rengeteget. Egyszer például nem volt nálam mentő ampulla, és képzeljétek, a közelemben resztettek egy kutyát, és milyen bozontosat, olyan volt ez a bestia, mint a direkt szörre tenyésztették volna. Egyből befulladtam, zsilip nőtt a torkomba, és tíz kilométerre voltam mentőszertől, tizenötre a legközelebbi orvostól. Engem a szabálytisztelő polgár példátlan gyorshajtásra kényszerített az egoista figyelmetlenség. Majdnem meghaltam, mire hazaértem. Utolsó erőmmel lőttem be az ellenszérumot. Az izgalom miatt persze jócskán felment a vérnyomásom. Soha nem voltam olyan közel ahhoz, hogy sztrókot kapjak. Hoppá, mi baj az állítólagos Mikulásnak? Ragályos vajon? Öreg, felelte Etna, időtlenül öreg. Ne tesd, drágám, kacagott Váldusz, rég kinőttem a térnadrágból, ez nyilván csak Mikulás imitátor. Nem akarom a kislány előtt kifejteni a témát, tisztelvény gyermeki hitét. London a télapó kezébe adta a boros porrat. Így aki, kérte. Végül engedelmesen elszűrcsölte az italt, felszólításra evett néhány falatot, majd tompán felrikkantott. Ho, 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 -ho! Nem beteg, tudatta ezután a kalózruhás Bridge. Elvégre a végengyengülés nem betegség, ha bár halálos, jegyezte meg Bahina. Roszkó csatlakozott a konzíliumhoz. Ez nem végelgyengülés. Figyelem a reakcióit. Minden megtesz, amire kérik. Oda megy, ahova küldik. Mindenét odaadná bármelyikünknek. Hát persze, mert ő a Mikulás, mutatott Raimogen. Nem, nem, ez Gina, jelentette ki a másik kopó. Hudson bólintott. Sajnos jelenleg nem áll rendelkezésre a bűnügyi labor, ám a nélkül is biztosra vehető a drogozás. Már csak az a kérdés, vajon önkéntesen ginázott be, vagy kényszerítették? Gina, ismételte Kerülje ezt a szert, tanácsolta Roszkó. Randi drognak is nevezik. Kezessé teszi azt, akivel megitatják. Általában a lányok italába keverik olyan fickók, akik utálnak időt pocsékolni a hódításra, mielőtt az alany bebódul, megerőszakolják szólóban vagy csoportosan. Az engedelmességen kívül amnéziát is okoz, utóbb az áldozat nem ismeri fel az elkövetőt. Muszáj ezt a kislány előtt? Morant Valdus. Bahina felkacagott. Fogadjunk, hogy maga most hallott először a randi dogról. Most? Nos, minálnak ez már egyáltalán nem újság. Csak nem, hüledezett a fogorvos. Legalább elkapták a rendőrök az ahajos pedofilt. Na persze kétlem, amilyen tesz a tusszák. Se baj, félre bú. Ismerek egy kitűnő gyermek megadom a telefonszámát. Ő majd segít rendbe tenni a kicsike önbecsülését. Mit képzel vén kujon? Csattant fel az anya. Senki sem bántotta Minát, és nem is fogják bántani, pontosan azért, mert időben felkészítem őt minden szörnyűségre. Na jó, de akkor mitől fáj a fejem? Nyafogta a gyermek. Bazi nagy púp rá. Mondtam már szerintem elestél a kádban. Erre pontosan azért nem emlékszel, mert a fejedet verted be. Vajna hirtelen a homlokára csapott. És ha mégsem, ha téged is Uli bácsi terített le a nincs mese, perelünk. Kikérem magamnak, hogy a drága Uli tegyék felelőssé, háborgott Imogen. Az én boldogult uram a légynek sem ír ártani. Akkor miért ijeszgeti az arra járókat vadászmuskával a folyosón? Vágott vissza a nő. Csak szeretett felöltözni vadászruhába, az avarzöld a kedvenc színe, meg a kéregbarna és az őszi sárga. Ennek állítottam emléket a viaszmással. Mellesleg miért kéne ijedezni tőle? Amikor először belefutottam, nálam is belövelt az adrenalint kortizol. Még a barna maci is ki akart jönni a barlangból, higyezte meg London. Roszkó a késnyelével kocogtatta porrát. Nos, már két hupojkás fejünk is van, sőt, vádosszal együtt három, szólt. Azt hiszem, ennyiből rekonstruálhatjuk, mit műveltek az Anibal fivérek. Azt értem, miért támadták meg Vahinát. ha ha, ha az említett. Ne személyeskedjen, jó? Azt hiszi, nem látom, mi folyik itt. Hudson zavartalanul folytatta. Mindjárt visszatérünk a folyására, ha ragaszkodik hozzá. Tehát Vahina a folyosón járva leleplezhette volna útlétüket. Kénytelenek voltak belapulni a bencsós szobor mögé, onnan támadtak. A leütött áldozatot Etna szobájába vonszolták, és az ágy alá rejtették. Szétúrták a táskák tartalmát, ezt a műveletet a betoppanó tulajdonos zavarta meg. Időben az ágy alá bújtak, majd Etna távozása után másút folytatták a keresést. Berontottak az ajtón kifelé igyekvő válduszhoz, így módon leterítve őt. Nálam is próbálkoztak ezek a kicsodák, szólt közbe Geneva. Most már azt hiszem, nem is vahina nyitott rám még egyszer. Mindegy, odavagdostam a kezem ügyében lévő dolgokat, de nem voltam hajlandó félbeszakítani a sminkelést, tehát nem néztem meg őket. Ebben a korban már jóval több időt igényel a nyerő kinézet létrehozása. Itt elnémultam, minára nézett. Az süppetten erívegesedett szemmel maga elé merett, mint egy médium, ezt hajtogatva. Szatír, tapír, pedofil, szatír, tapír, pedofil. A gyermek ógyosan feltisztult, amilyen sebesen elmerült a más világ tavában, rossz merett. Megvan, a kádban pancsoltam. Veszekedést hallatszott a szobából, furamód, nem az anyu hangján. Kimásztam a vízből, és két szőnyegbe tekert fickó bámult rám. És lekapták a terítőiket. Tök voltak. Fúj! Én meg kiabáltam. A pucérpasik erőszakkal visszaraktak a kádba. megbújborgattak, Aztán sötét lett. Na de mit kerestek? Értetlenkedett Imogen. Ruhát, felelte hátzen nyomozó. Fel akarnak öltözni. Fáznak a szőnyegben. Az özvegy a szívéhez kapott. Uram Isten, de ezen a padláson kutya hideg van. Lehet, hogy már meg is fagytak. Uraim, le kell hozniuk őket. Minek? Hova? Hördült Vahina. Hogy a végén megerőszakoljanak valakit? Maga erre fütyül. Ja, persze, nem az öreg évjáratok vannak veszélyben. Roszkó rápillantott. Úgy vélem, a kísértet járt a cella a bázisuk, onnan szerezték a szőnyegeket. Kérdés, hol lehet a vizes ruhájuk? Benézhetnék az ágy alá? Uli özvegye eltöprenget. Egyetlen drágám vadász is ott leltem a padlón, miután száraz holmit kerestünk Londonnak. Ez szerint ők vitték oda? Azt hittem, Uli hülyéskedik. Az én örök uram. Minél régebben halott, annál viccelősebb. Vacsora után felkeressük őt a ravatalánál, és elmondjuk neki a karácsonyi köszöntőt. Kérem, most hozzák le az embereket a fagyos padlásról. És aztán, mi lesz a csupasz trógerekkel? Fírtatta Vahina. Itt majd engem meg a gyereket? Elviszik őket a rendőrök. Magától értetődik. De hiszen a rendőrök se tudnak elmenni, már ha tényleg rendőrök, ugyebár. Akkor a pincébe csukjuk őket. Ott nincsen pusztító hideg. Na hát, na hát, sóhajtott Dilenko. Csak ámulok és bámulok. Mi mindenféléket tudtok, ti rendőrök. Hogy kiokoskodtátok, amit senki se látott. Mostantól keményköpésű köpésű zsaru leszek. Hogy, hogy is kell azt csinálni? Roszkó az özvegyhez fordult. Hol lehet felmenni a padlásra? Három pontról. Az éléstárból, a szalom melletti lépcsőről, és az emeleten is van egy feljáró. Malőr és Affér nem bírta tovább. Csapóvas gyilkolt lábfejük üszkösödni kezdett, heréig visszabújtak a testükbe, már-már már a manduláik magasába. Kézújjaik, orruk és fülük is az elhalás gondolatával ingerkedett. Helyben futottak, ugránoztak, dörzsölték egymást, és zokogtak kinyugban. Több százszor felidézték, mit művelt a dromedár ipse, aki nemrég átvonult a fagyos szintéren, odavetve nekik. Hello, krapekok, hogy lötyög a fityeg? Ő csak szögdeltek tovább, hidegtől lassult aggyal. A furabogárnak látszó jókora fazon az egyik tetőnyiláshoz vonult, ahová normális ember zargatva sem menne. Csomagoló szalmát, szalmát tekert csukájára, készfejére, és kimászott a jégvilágba. Mindez nem pillanatokat vett igénybe. Közben a kiváltségnek az ablakhoz szögdeltek, és elültem bámultak felfelé a sejtelmes holdfénybe. Az ipse a kiárat mellett magasodó kémény szegélyén billeget. Egyszer csak a két karját előre nyújtva fejest ugrott belé, a kéménybe. A kürtő mellett állva hallották, amint a lezóduló teste súrlódik döcsen a csőben. A elsőként. Mi volt ez? Malőr értetlenül vonogatta a vállát. Szerelmi bánat, veszteség, megsértette az omertát. Te marha, az ipse nem lett öngyilkos, ez olyat tud, amit mi nem, de rájövünk. Rá, bólintott Malőr. Lássuk csak, általában hová vezetnek a kémények? Megvan, ez a Mikulás útvonala, bevisz a házba, méghozzá a meleg középpontjába, indulás. Meleg, meleget akarok. Malőr eszét veszte rohan nyílás felé. A fér utána nyúlt, elkapva szárja a rótjait, ám a csak nem fagyhalott fivér inkább kitekeredett a szilnyekből, semhogy megtorpanjon. Már te barom, jajdult az aggódó, Lezuhanhatsz! használjuk az eszünket. Nekem az már nincs, bánkodott a másik. Mégis lefékezett a kiáratnál, beletúrt a közelben álló ládába, és eszébe jutott, mit csinált a kémény fúró ipse. Vastagon betekerték a lábukat csomagoló szalvával. Az nyomban szigetelt hideg ellen, mi több, fűteni kezdte félbénára dermet alsó végtagjukat. Csavartak a kezükre is, hogy megragadhassák a kémény oldalán lévő jeges mászóvasakat. Pucéran mentek ki a tetőgerincre, néhány lépésnyit billegtek rajta. Utolsó rejükkel felcsépaszkodtak a kémény peremre, felszóval húogtak. A fák közül visszafeleltek a bagyok. A fér küzdött az élen. Aztán fejes csúszott a szűknek szorosnak rémlő nyílásba, akár egy bélszonda. Sietében nem kötöttem a lelkére, hogy várjon, amíg ő leér. Testvére nyomban utána sikamlott. Az előző anó a fér hamar észlelte a járat végi fényeket, a füst annak édes langyosát, melegét, és végre a tüzét is, amikor a lángoló hasábfák közé vágódott. Melegség! Mielőtt még újraéledéshez láthatott volna, fivére landolt rajta. A tápászkodó a fér felborult, a taroló malőr lezuttyant mellé. Fetrengőzésük lefolytotta a lángokat. Jégvirágos testükből áradó hidegség végzett a tűzzel. Elvackolódtak a csodás hőfokú üszkönt parázson. Hosszasan gurguláztak, nyögdestek, jajdostak, és sóhaj áriáztak akár a pornós színészek. Az élvezkedők egyike megpillantotta a Mikulás degezsákját a pamlagon. behemes soha úgy vélte, belelát a puttonyba. Mi a legtutibb karácsonyi ajándék? suttogta rajongásos állítattal. Nem várt még testvére kiöklé a választ, már is sodorta. Gyapjúzokni, meleg alsó, vastag pulóver, sínadrág, kötött sál, füles sapka, bundás kesztyű, hócsizma. Nyakkendő, orkendő, listázott malőr, arcesz, kölni, naptár, fuks, könyv, sőt több könyv, csoda -e, hogy utálom a karácsonyt. A fér négy kézláb robogott kifelé a tűztérből, a télapó zsákjára vetődött, és mámorosan szórta kifelé annak kincseit. Rengeteg kapása volt. Kormosan füstölgő testére rángatta fel, a terői puttonyban lelt jéger alsót, bélelt nadrágot, kájhamintás pulóvert, piros csizmát. Sálat, sapkát, kesztyűt húzott, és kiitt a rumos hordót, amely egy csak nem méret hű Bernát hegyi plüskutyanya körvén lógott. A szükség szorításában Malőr is hanyagoltá flancolós szempontokat, amúgy sem volt kirittyenős fajta. Hihetetlen mázdival teljes vadászkomplét talált magának. A téli hobbi ruházat minden elemét fűtőszállak tartották optimális hőfokon, az oknitól az álcahálós füles sapkáig. És ha még ez is kevés lett volna a lövöldözős időtöltéshez, a kabát több pontján, valamint a nadrág falzsebében is lapult jó néhány itókás flaska. Malőr felöltötte az erdőmintás ruházatot, mentembe is durantott magának, testőmérsékletét továbbra is kritikusnak ítélve. A fűtés aktiválása után bekortyolgatta a lapos kulacsok tartalmát. Az ütős vadász itóka rögfest kifejtette hatását, Malőr ráindult mindenre, ami mozgott. Megtámadta az ingaórát, testvére himbálózó sapkapompontjait, saját kégyózó bakancsfűzőjét, a Mikulás zsákból szétdobált játékszereket, zakatoló mozdonyt, hegedülő angyalt, fenékrázó babát. Mindezeket még test versus test küzdelemben öldöste, ám csak hamar flinta is került a puttonyból. Így már játszva levadászhatta a gané ingát, nehogy már azt a szarházi, hogy a préda viszi a puskát, a teljes tárat oda pörkölt az ingó bingó martaléknak. Ha a mordány nem volt igazi ölőfegyver, dörejlésben kitett magáért. A lövések robaja még a csillárt is megviáncoltatta. A fér megkésve fegyverezte le a jéger dűttől tomboló testvérét. A távolabbi szányban időző háznép irányából már is zaj hallatszott. Inalniuk kellett. Kinyargaltak a folyosóra, jobbra kanyarodtak, felismerték, hogy erre felé még nem is jártak. Tudták, az első útjuk belső ajtón be kell ugraniuk, különben rajta vesztenek. Hát beugrottak. Siettük nem olvasták el a helyiség névtábláját. Meg lehet, érdekelte volna őket a kifüggesztett információ, drága Ulim kriptája. Az ajtó belső oldalán sötétség gomolgott. A szobát uraló ördögűző szag éreztén nyomban további mehetnékjük támat. Kifelé fülelve óvatosan tapogattak maguk köré. A fér, aki a foganások után kevésbé átallott sorba állni sütni valóért, mint rönyhébb szellemű testvére, megtalálta a villanykapcsolót. kapcsolót. Gyertya csillár hintett fényt a helyiségre. A négy sarokban négy kandeláber ácsorgott, ezúttal egyik sem füstölt, mégis tömjénesen szaglottak. A falakat borító fekete trapéria függőnszerűen széthúzott szárnyain bolytos megkötők fügtek. A szárnyak közötti falpiktúrák a házi szent életének stációit ábrázolták. Az első képen világra jött, a másodikon csúzlizott, a harmadikon férfi lett, a negyedik freskón elhalálozott. A szoba közepterében álló tekintélyes méretű katafalk oldalait faragások ékesítették, a telő múló idő sok helyen rányomta patinás körpecsétjét. A fedőlapot takaró csipkeszegélyes leplen feküdt, Ulisses teteme, két kezét a melkasán összekulcsolva, finom viseletben. Bár nem tanúsított fenyegető magatartást, ráadásul fegyvertelen volt, az Annibál ikrek mégis idegösszeomlást kaptak. A jégerdüktől fűtött malőr gondolkodás nélkül harcba lendült. Hián két ujjal célzott, szájjal lőtt automata flintájával teljes sorozatot kelepelt, gyorsan tárat cserélt, újra tüzelt. A férfontolóra vette fivére kitagadását, nyakon vágta a vadásznedüktől militarizált malőrt. Tüzet szüntes, le akarsz bukni? És még idegesítesz is, pedig nélküled is hullára sokkos vagyok. A lehurogott lejjebb engedte a fegyvert. Húzzunk innen, te már nem bírlak tovább fedezni, pihegte. Még szerencsé, hogy tudom, melyikünk vagy te, így nem magamat fogom agyászhoz cipelni a fér. Fülét az ajtóra tapasztotta. A folyosón előtt a lábdobogás. A nyughatatlan háznép betért valamelyik helyiségbe. Most! rikkantotta. grabancon ragadta a borult agyú malőrt, és kivonszolta a ravatalozóból. Távolabb, a kandallós szalomban erősbörött a háznép zsongása. A falhoz tapadva arrébb súrantak a folyosó végi utolsó helyiséghez. Bezúrantak az imó, mama, icipicik kutyuskái feliratú szobába. Az ajtót kulcsa zárták maguk mögött, természetesen nem olvasták el a névtáblát. Legalább nem érte őket csalódás, ugyanis az ebek csupán gazdi beszézetben voltak icipicinyek. A jégerhipnózistól uralt malő, zsákmánynak tekintette a rájuk zúduló behemmótokat. Triplos sorozatokat kelepelt a bestiákra, automata nyilogszer számából. A medvealkató emberfogók szám szerint hárman kötelességszerűen részt vettek a harci játékban csaholva, hörögve tépdesték a tuskó viselkedésű idegenek ruházatát, írháját. A fér sikítozva gőgicsélt nekik, írgalomért esdekelt. A vére meg talán hajlottak volna a tárgyalásra, csak hogy az itóka hergelt malőr szüntelenül tüzelt rájuk. A fér sóhajtva lecsapta testvérét. Néhány pillanatnyi csend Imó mama szörnyetegei a folytatáson milláztak. A folyosón léptek közeledtek. A szabadba vezető kutya ajtó fedele meglebbent